Dolcsák Dalma, a TASZ jogásza vendégünk. Jó estét kívánok! Jó estét! Hogy létezik, hogy éveken keresztül nem lehetett a kurucinfóval csinálni semmit, és akkor egyszer csak most oda kerül egy ilyen jogszabálytervezet, amiben leírják, hogy nyugodtan blokkolhatna a magyar állam ilyen külföldön üzemeltetett oldalakat, amelyeket itthon a bíróság jogszabály ellenesnek ítélt. Erre most hogy van lehetőség, és évekig miért nem volt? Azt érezni kell, hogy ez a blokkolás, amit most ezzel a szóval illetünk, de azért ez egy bonyolultabb fogalom, ennek megfelelő jogszabályi környezetének kell lenni, hogy ezt valaki végrehajtassa, egy állam megtehesse. És hogy egy demokratikus állam tehesse meg ezt, azt nagyon súlyos és komoly garanciákkal kell körülbástyázni, hiszen ez a blokkolás, ez a különböző diktatúrákból lehet ismerős, Észak-Koreából, Kubából, vagy akár az arab tavasz idején. De hát Kínában is van olyan eset, amikor blokkolják az internetet, és nem lehet csinálni semmit. De Kína sem demokratikus állam, amit Magyarországnak példaként. Na de akkor mi most hogy tudjuk megcsinálni? Mi az a jogszabályi környezet, amiről ön beszél? Ez a jogszabályi környezet egy egészen friss dolog, az új büntetőtörvénykönyvhöz kapcsolódik, és az elmúlt év végén hozta össze ezt a szabályozást az országgyűlés. És ez már olyan jogszabályi környezetet épít ki, ami lehetővé teszi bizonyos tartalmak elérhetetlenné tételét az interneten. Ez még nem a blokkolás. Tehát azt látni kell a különbséget, hogy van az elérhetetlenné tétel, amit a tárhely szolgáltató tesz meg. Mondjon egy ilyen konkrét példát. Maradjunk a kurucinfón. Megjelenik a kurucinfón egy cikk, amiről mondjuk úgy ítéli meg a magyar nyomozóhatóság, hogy az közvádos bűncselekményt valósít meg, mondjuk közösség elleni izgatást. Ezt egyébként nem szokta megítélni a magyar nyomozóhatóság, de tételezzük fel, hogy így tesz. Lehet, hogy mostantól megítéli. Elképzelhető, hogy mostantól megítéli. És ezekben az esetekben megindít egy eljárás, amiben felszólítja a tárhelyszolgáltatót egy bizonyos bírósági határozat alapján. Az kicsoda a tárhelyszolgáltató? A tárhelyszolgáltató az a cég általában, aki a platformot, az internetes felületet, a tárhelyet biztosítja, ahol az információkat tárolja a magánszemély, aki közé szeretné tenni ezeket az információkat. És ugye a kurucinfo esetében a tárhelyszolgáltató nem Magyarországon működik, ez volt a probléma. Az Egyesült Államokban működik a tárhelyszolgáltató. Igen. És hiába állapítja meg egy ott elérhető tartalomról egy magyar bíróság, hogy ez jogellenes, az Egyesült Államokban működő tárhelyszolgáltató csak az Egyesült Államok hatóságai utasíthatják arra, hogy elérhetetlenné tegyenek egy tartalmat. És az Egyesült Államokban azért merőben más a szólásszabadság felfogása, mint Magyarországon. Hát mindig is erre hivatkoztak, hogy ezért lehetetlen a kurucinfót akadályozni tulajdonképpen. Na de most? Most az a helyzet a tervezet szerint, hogy van egy jogerős magyar bírósági határozatunk arról, hogy van egy jogellenes tartalom, és felszólítjuk, vagy hát nem felszólítjuk, hanem kérjük jogsegély keretében mondjuk az Egyesült Államok hatóságait, hogy ők is tekintsék ezt jogellenesnek. Hogy fogadják el a magyar bíróság döntését, és szólítsák fel a tárhelyszolgáltatót, hogy tegye elérhetetlenné a tartalmat. Ha ezt az Egyesült Államok nem teszi meg mondjuk, és hát miért is tenni, hogyha eddig sem tette meg, akkor viszont a magyar bíróságnak lehetősége van blokkolni az oldalt. A blokkolás jelen esetben azt jelenti, hogy nem tűnik el az internetről a tartalom, hanem Magyarországról, magyar IP címről elérhetetlenné válik. Aha. Tehát, hogy Magyarországról, hogyha... És meddig tartott ez a blokkolás? Hát ez egy jó kérdés, hogy meddig tartott ez a blokkolás. Többek között az is a problémája a TASZ-nak, a Társaság a Szabadságjogért jogvédő szervezetnek ezzel a törvénnyel, hogy nem teljesen tiszta, nem teljesen zárt a rendszer, amiben ez működik, és nem tudunk ilyen kérdésekre válaszolni, például, hogy meddig blokkolnak egy tartalmat. Na de a törvénytervezet mit ír elő, hogy meddig lehet blokkolni? A törvénytervezetből egyelőre nem tudjuk, hogy meddig lehet ilyen dolgokat blokkolni. Mert hogy még a végrehajtási utasítást nem nagyon látszik. Hát egyelőre még a tervezetben vagyunk, meg hát a büntetőtörvénykönyvnek hatályba kell lépnie az új BTK-nak, és az alapján ügyeknek kell lennie, amiken keresztül ezt láthatjuk. De azért azt kell ennél a jogszabálynál érezni, meg amit egyébként Lex kurucinfóként hivatkoznak sokan, hogy ez nem csupán a kurucinfó ellen használható fel. Ez nagyon sok olyan esetben is felhasználható, amikor az állam bizonyos esetekben úgy gondolja, hogy valamilyen tartalmi jogsértő, vagy egy bíróság úgy gondolja, hogy valamilyen tartalmi jogsértő, és még nem jogerős fázisban is elérhetetlenné tehet bizonyos tartalmakat. És önök ettől tartanak?
hogy majd itt az állam majd jól visszaél ezzel a jogával? És azért vonakodnak ebben mondjuk pozitívan állást foglalni, mert én érzem a kételyt az ő szavaiban. Mi úgy gondoljuk, hogy jogállamban csak olyan jogszabályok működhetnek, és csak olyan jogszabályok lehetnek, amik pontosan lehatárolják azokat az eseteket, amikor például a véleménynyilvánítás szabadsága korlátozható. Mi sem gondoljuk, hogy a Kurucinfón nincsenek jogszerűtlen tartalmak, mert vannak. Nyilvánvaló, hogy vannak. De a Kurucinfón vannak jogszerű tartalmak is, amelyek blokkolása a szólásszabadságot sérteni. A jogszabály nem nyilvánvaló abban az esetben, hogyha van egy jogellenes cikk, mondjuk a Kurucinfón, de bárhol, és azt elérhetetlenné teszik a magyar hatóságok, akkor az csak arra a cikkre vonatkozik-e? Esetleg annak az internetes magazinnak egy blokkjára. De azt külön nem lehet ezt a cikket blokkolni, vagy de igen? De lehet. Tehát ezt meg lehetne határozni, hogy csak azt az URL-t blokkolják, amin a cikk található. Aha. Vagy a teljes oldalt, a teljes domaint teszik elérhetetlenné. Igen. Ha jól értem, akkor a magyar kormány célja az, hogy a Kurucinfó mint felület szűnjön meg. És erre azt mondhatom a szólásszabadság szempontjából, hogy ez túlzás, ez sok. Sokkal lehatároltabbaknak kell lenni a jogszabályoknak, és úgy kell ez működni. Ez végrehajtható lesz, ez a blokkolás? Az egyes oldalaknak a blokkolása, amiről beszél. Ez jelenleg úgy tűnik, hogyha ezt a jogszabályt elfogadja az országgyűlés, és ez hatályba lép, akkor meg lesz a jogszabályi háttér. Ennek a technikai háttere is létezik, az NMHH felelős azért, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, amelyik egy ilyen nyilvántartást létrehozott, hogy bizonyos oldalak blokkolását eléri az internetszolgáltatókon keresztül. De hát erre pedig azt tudom mondani, hogy az internetnek az a sajátja, hogy az ott megjelenő tartalom az kiírthatatlan. Az olyan sokszorozáson megy keresztül, hogy nem lehet kigyomlálni tartalmakat az internetről. Egyrészt, másrészt pedig, hogyha ezt a blokkolást, mint módszert alkalmazza a magyar jogalkalmazó, vannak olyan meglehetősen egyszerű informatikai módszerek, amivel Magyarországról, de nem magyar IP címmel tud valaki internetezni, és el tudja érni azt a tartalmat, amit blokkoltak. Én örülök, hogy megvilágította ezt a helyzetet, de boldogabb nem lettem tőle. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen.